Már nem is üldöznek, de a kijutáshoz 4 darab kulcsot kell a... Kulcsot... Kulcs... Úristen... Sziasztok, daráló, amiben kalandpályáitokat fogom megszakérteni. Ma a Matex pályáját fogom bedarálni, aminek az a címe, hogy a csatorna első rész. Úgy látszik, sorozatot tervezett belőle. Írta az e-mailben, hogy ez az első kalandpályája, ami azt illeti, hát egy hajszállal talán jobb, mint egy szokásos első pálya. A feladatok egyébként a szokásosak, tehát nem az amiatt jó, hanem mert látom azt, hogy megpróbálta valahova elhelyezni ezt az egészet a csatornába, ezzel most nem lövök le szerintem nagy point, hogy a csatornába fogunk mászkálni. Még akkor is, hogyha nagyon irracionális, meg a falatok nem passzolnak oda, meg stb. A szokásos betegség, de van valami. Tehát nem csak az, hogy mész szobáról szobára, csak úgy, valahol, valamiért. Úgyhogy már valami díszítésféle is van. De lássuk. Így, indulunk, szia Csabusat, tehát ez kifejezetten nekem készült. Alatta pedig, ha ez a map, meg egy liter water, eléri a 20 pontot, publikus lesz. Hát, úgy érzem, hatalom van a kezemben, eldönthetem, hogy ezt a pályát bárki láthassa. Hűha. Hát nem akarok semmit előre lelőni, majd kiderül a végére, legyen izgalom. A szoba csupa kő, a padló össze van törve, a fal pedig mohás, meg pár aranyblokk, úgy látszik ez a gazdag környék csatornája. Sok tábla a falon, történet, a rendőrök köröztek egy bolti rablás miatt, ezért a csatornába menekültél. Hát gondolkodom, hogy felírjam a Csabus az úzó pályák listájára. Egyelőre még nem bántottak. Már nem is üldöznek, de a kijutáshoz 4 darab kulcs kell. A megszerzésükhöz egy kísérőt kapsz mögötted. És mögöttünk tényleg van egy zöldséghalom, ami meg van személyesítve. Szia, én Timothy vagyok. Gondolom jönnek majd a tök meg töki kopi hozzászólások. De ez nem azt jelenti, hogy várom őket, szóval nem kell. Alatta pedig a szabályok. Itt annyi, hogy én szeretem előbb a szabályokat elmondani, tehát körülírni, hogy milyen világban kell gondolkodni, és utána a történet, tehát utána élheti bele magát a játékos. Nekem ez így logikailag egy kicsit olyan, hogy is mondjam, olyan szakadék, tehát hogy most ez fog történni, hopp, de előtte ezen kívül, tehát nálam a szabályok vagy egy szinttel följebb vannak, lehet, hogy csak én gondolom így, szóval ezt nem mint hiba mondom. Tehát szabályok. 1. Érezd jól magad. Oké. 2. Jelz békés nehézségi szinten, csinálj egy hátraszaltót. Hát én megpróbáltam, de még nem lehet, még várni kell arra a frissítésre. Aztán keresd meg a kulcsokat, kapcsold ki a blockok hangját, meg egy liter water. Azért kell kikapcsolni a blockok hangját, mert ahogy hallható, folyamatosan mennek a dugattyúk. Erre vonatkozóan az a javaslatom, hogyha ilyen órajel van, jelgenerátor, akkor az csak addig működjön, amíg szüksége van rá, ne végig a pályán. Mert eszi a procit, és nem szeretjük, hogyha akad a játék. Egyébként kedves, hogy gondolt erre. A másik idegesítő, hogy a slime-ok folyamatosan cuppognak. Ez szerintem a videón nem lesz olyan idegesítő, mint ahogy én hallottam élesben. Az aranyblokkokon pedig táblák vannak, 4. kulcs, 3. kulcs, stb. Fölül pedig egy csapóajtó. Hát ennyiből látszik, hogy itt valószínűleg létrákra lesz szükség, de kár, hogy nem írta le, tehát hogy mi az a kulcs, hová kell rakni, mit kell vele csinálni, csak hogy szerezd meg a kulcsot. De attól mi nem jutottunk ki. Tehát nincs leírva, hogy mire használd a kulcsot. A másik pedig, igen, valószínűleg jönnek majd a fantasztikus kalandok kopi hozzászólások, de köszönöm, nem. Akkor lássuk, mi kalandokat rejt a kanál is. Amit látjátok, egész szépen van díszítve, különböző blokkokat használt, van formája a folyosónak, stb. Fönt a fekete, meg fehér csíkos plafon, azt gondolom az úttest akar lenni, hát akkor szólok, hogy nem egészen így néz ki a csatorna, de tehát ha az akar lenni, akkor kicsit durva lenne, ha mindjárt az aszfalt lenne a csatorna fölött. Nem sokkal később találkozunk Töki, illetve Timothy-val. Azért 4 küldetésed van, 2 irányban mutató nyíl és válasz. Én úgy döntöttem, balra fordulok, esküszöm, ez a creeper már várt rám. Le volt írva az elején, hogy békésen játszak. Én valamiért feltételeztem, hogy ezzel nem kell szórakoznom. Mondjuk 1.7 dal nyugodt még nem jegyzi meg a pálya, ha jól emlékszem.
De én ilyenkor azt szoktam csinálni, hogy akkor van egy gomb az elején, ami átállítja mindenképpen. Szóval minél kevesebbet kellene a játékosnak beállítani, a minél okosabb a pálya. De azt hiszem, ezt már sokszor mondtam. Egyébként átállítottam aztán Peaceful-ra később, amikor már nagyon nem bírtam a szörnyekkel, meg lerombolták a pályát. A díszítésben egyedül ezt a sok pokhálót furcsálom egy kicsit. Olyan szokatlan, szerintem nincs ennyi pokháló egy csatornában, vagy ez egy ilyen elhagyatott csatorna, nem tudom. Nem sűrűn, még nem voltam csatornában, mi az, hogy nem sűrűn? Még sosem voltam. A pálya felépítés egyébként úgy néz ki, hogy tehát van ez az elágazás, két irányba lehet menni, és mind a kettőnek a végén van egy újabb elágazás, ahol megint hát két felé lehet menni, és ezeknek a végén vannak a küldetések. Én először a baloldali elágazás baloldali elágazásába mentem. Itt újra találkozunk Timothy-val, azt mondja, ó, a lehetetlen küldetés visszatért. És meg is van a dugattyú hangok forrása. És itt jön elő az, hogy ez most mit keres a csatornában. Tehát tök jó, lehetetlen küldetés. Itt is látszik, hogy használta a színeket, tehát díszített. De mit keres a csatornában akkor is? A kimászásnál egy vasrács van. Szerintem nem a legjobb választás. Tehát ugye a játék blokkokra van osztva, és akkor nem lehet egyszerre rács is, meg víz is. A rács viszont nem tölti ki a blokkot, úgyhogy ott megáll körülötte a víz, ez nagyon furán néz ki. Jobb lett volna valami egész blokkot használni, vagy létrát odarakni felé, tehát valami ilyesmi. A feladat nehézsége egyébként eléggé határeset. Nem lehet csak úgy végig sprintelni, és én kipróbáltam azt a módszert, hogy az ember nyomja a shiftet, de lelöktek. Ezt csak azért mondom, hogy a kihagyás gomb miatt. Tehát minél nehezebb egy feladat, annál inkább kéne oda egy kihagyás gomb, de végül is pár próbálkozás után sikerült teljesítenem. Most mi van? Mit akarsz? Jó van, oké, nem sikerült teljesítenem. A vízben nyitottam ki a ládát és nyomtam meg a gombot. A gomb visszateleportál minket az aranyblokkokhoz, ez tök jó, megsporolja a visszautazást, de jó lett volna egy táblát rakni. Tehát én előbb kipakoltam a ládát és aztán nyomtam meg, de mi van, hogyha előbb nyomom meg a gombot, akkor megint ugye végig szenvedhetek a feladaton. Az oké, hogy a játékosokat jobban vonzza a láda, valószínűleg azt nyitja ki, de nem hiszem, hogy azért nem rakott oda feliratot. Mi van, ha valaki úgy gondolja, hogy ez egy küldetés lesz, vagy mi a túró, és abban a jutalom van. Tehát mindenképpen kell egy tábla. Másodszorra jobbra mentem, mint az látszik, kicsit harcoltam a csontikkal, meg is haltam, és a pályán kívül élettem föl. Ez megint nem jó, nem gondolt a spawn pointra, kell rá gondolni. Legalább így ki tudtam kapcsolni a felesleges lagot okozó jelgenerátort. Itt már-már elviselhetetlen volt a cuppogás, nagyon gondolkodtam azon a Peaceful-on. Igen, az elején le van írva, nem tudom, valamiért kiment a fejemből, de ez nagyon jó tanulság arra, hogy mindig kevesebbet bízzatok a játékosra. Tehát be lehet állítani kódból, állítsátok be kódból, mert például még én is elfelejtem időnként. A következő küldetés a jobboldali elágazása lett, így jött ki. Mert megint találkozunk Tökivel, Timothy-val, ez az 1000 kérdés hazája, gondolom tudod a dolgot, bizony tudtam a dolgom, ez nem kérdés. Első kérdésünk, hol volt megtalálható elsőnek Sirius? Nekem itt, amikor játszottam, Sirius az két személy volt, ugye a Harry Potter egyik karaktere, illetve a híres Jude Bobstar. Most így utólag aztán rájöttem, hogy talán azért az egyik a Harry Potter, a másik pedig az égbolton, mert hogy itt egy bolygóra gondol, azt hiszem. És nem, ez egy csillag. Ez a legfényesebb csillag, ami az égen látható, természetesen a napon kívül. Na igen, a Harry Potter zsákutca volt, ez meg ugye a jó, viszont ez tele volt szörnyekkel. Lerombolták a pályát, úgyhogy betöltöttem újra, Peaceful-ra állítottam, úgyhogy innentől kezdve tényleg szabály szerint játszom. Második kérdés, ha én hazudok arról, hogy hazudok, és te hazudsz arról, hogy hazudok, ki hazudik? Biztos megvan a logikája. Akik szeretnék maguktól megfejteni ezt a kérdést, azok most állítsák meg a videót. Oké, akkor most elmondom a megoldást. A megoldás az, hogy te. Én nem jöttem volna rá, szóval nem tudom, hogy kellett volna kilogikázni. És Atos egy nagyon durva hibába ütközünk, túl magasan van a padból, nem tudok kijönni a vízből. Úgyhogy innentől kezdve kénytelen vagyok átváltani immó rendszerbe.
Látszik, hogy nem volt tesztelve a pálya, tehát egy ilyen mindenképpen kiderül, amitől végigvihetetlen a pálya. Van, aki képes még verni a mellét ezután, hogy de hát tesztelve volt, hát akkor azt kell mondjam, hogy tesztelni nem tudtok. Tehát egy olyan, amikor ki van hagyva belőle a kommandok és nem teleportál a következő helyre, az azért durva. Tehát ez nem olyan, hogy elmegy mellette az ember. Hát nem tud elmenni mellette. Következő kérdés. Imádod a parkourt? Igen, nem. Hát a helyes válasz egyértelműen nem, mert én nem szeretem. Nem tudom, mi lett volna az igen, de itt megint egy ilyen lehetetlen parkour feladatot kapok, hogy ugor ki így a vízből. Azt nem értem, hogy itt hogy tud cuppogni. Egyszer már peaceful-ra állítottam. Mi a halál? És még egyszer peaceful-ra kell állítani. És újra találkozunk Timothy-val. A ládában van a kulcs. Érdekes, hogy itt mondja, előzőnél nem mondta. Biztos ilyen sorrendben csinálta a pályákat, előbb ezt csinálta meg. A gomb viszont még mindig nem kapott feliratot. A következő a jobb oldali elágazás baloldali elágazása lesz. Itt sajnos olyan közel rakta Töki, illetve Timothy-t, hogy a vízből kell olvasnunk. Jaj ne, ez a sötét fény könyvtára, siess ki innen, sötét fény. Tetszik ez az ellentét. Ez a feladat olyan labirintus parkour keverék, annyira nem fogott meg. Két dolgot viszont nem értek, egyrészt minek siettetett, tehát itt mi van, sajnos nem derült ki, hogy miért kell sietnem, másrészt mi a halált keres egy könyvtár egy csatornában? Jó, mondjuk hát ez az egész pályára elmondható, hogy nem túl logikusak a helyszínek, viszont nincsen felirat nélküli teleport gomb, úgyhogy gyalog kell menni. Ha már úgyis úton voltam, gondoltam, benézek a baloldali elágazás jobboldali elágazásába, tehát az utolsó feladatba. Itt megint találkozunk Timothy-val, bowlingoz egy kicsit. A ládában van egy rakás lemez, valószínűleg ezek a bowlingolyok. Annyi, hogy hát simán be tudok sétálni, most miért ne dobnám rá, szóval nekem az miért buli, hogyha itt szórakozok vele, de játszunk. Kinyílik egy ajtó, egy láda, benne Ender Pearl, hát nem is tudom. Jó, teleportálás után láda, és megint van gomb, még jó, hogy ilyen sorrendben mentem. Na, lássuk az epikus befejezést, végre kimászhatok a csatornából, folytatás következik. Ennyi, ezért küzdöttem. Hát akkor várjuk a folytatást. Itt annyi még, hogy a lombok nem biztos, hogy a legjobbak falnak, ugyanis átlátni rajtuk. Gondolom a készítő az olyan grafikai beállításokkal építette, hogy nem lehetett rajtuk átlátni, de hát erre is gondolni kell, hogy aki meg úgy játszik, az átlát rajtuk. És ez illúzió romboló tud lenni. Tehát most látom, hogy nem egy város van a fejem között, bár ez már a rossz spawnpoint miatt is kiderült. És ez illúzió romboló tud lenni, hogy valójában nem is egy csatornában vagyok, hanem csak egy sivatag közepén, valahol egy csatorna így meg van építve. Úgyhogy nagyon figyeltek az ilyen kis helyekre, ahol ki lehet látni. Ez volt a másik, amit még ki akartam emelni, hogy szép volt a díszítés, de helyenként kilátszott lyukas volt ugye a lépcső miatt. Ezekre is figyeljetek, de hát ezt az előbb mondtam. Ja. Tehát ez volt Matex pályája, a csatorna első rész. Jó mondtam? Igen? Igen, jól mondtam. A kézikönyv óvjon.